valamikor az 1990-es évek elején környezettanulmányra adtam a fejemet. A zuglói önkormányzatnál jelentkeztem környezettanulmányra. Nem tudom pontosan mi volt a munkának a megnevezése, de az volt a munkának a lényege, hogy ugye az emberek mondjuk beadtak egy segélykérelmet, és ahhoz, hogy az önkormányzatnál az arra a pozícióban lévők ezt el tudják bírálni, ahhoz valakinek ki kellett menni a helyszínre, megtekinteni a lakást, a környezetet, tehát ez volt a környezettanulmány, milyen életkörülményeket tapasztalok a helyszínen. Ez úgy zajlott, hogy ehhez főiskolai vagy egyetemi végzettség kellett, nem tudom, szociológa, mit tudom, hogy milyen végzettség kellett hozzá, akkor, amikor láttam a kiírást, akkor fogtam, hát nekem szobafestő-mázoló végzettségem van, tehát innen már lehet látni, hogy mennyire a történet, hogy indul. Fogtam egy fekete mappát, egy pár darab papírt, én nem is tudom, aznapi újság vagy bármi kurír, akkor még volt ilyen. Beraktam, bementem, és nagyon-nagyon komolyan a munka felvételen, ahol ugye elbírálták, hogy ki lesz a jelentkező, és ki kaphatja meg ezt az állást. Nagyon komolyan előadtam magam egy fekete mappával. És akkor a nő, aki ott velem elbeszélgetett, ezt mostanában hogy hívják, akik fölveszik ezen? Humán support, vagy mi a bánat? Humán support, nem tudom. Hagyjuk. Lényegtelen. Szerintem is. Kurvára nem bírom a mai korszakot egyébként, mindent ilyen amerikainál zánuló. Ah, na, látod? Ez van. Tehát magyarul tudok, ezt a fasz nyelvet meg nem. Magyarul se. Ne, magyarul elő tudom magamat. Bementem, jelentkeztem, és hát ugye kérdezte is, hogy hozta a szükséges papírokat. Persze, persze, és akkor itt tudod, kicsit szétnyitottam, összecsuktam, és akkor így eltereltem neki a témát. Ezzel, hogy el volt terelve a téma, be is tölthettem az állást, mert elég magabiztos fellépésem volt, és ez neki elegendő volt. Az, hogy látott egy fekete mappát benne az aznapi újságban, az neki teljesen természetes volt. Tehát ma ez már nem működne szerintem. De egyébként eszembe fog jutni, hogy hívják ma azokat. De tudod mi a baj? Én nem akarok jelentkezni soha sehova állásra. Tehát én ma úgy vagyok már vele, hogy ha valaki akar valamit tőlem, az majd megkeres. Én nem megyek senkihez. Nem fogom itt törni magam meg jelentkezéseket különben. Én már nem abban a helyzetben vagyok. Tehát már mögöttem van akkora élettapasztalat, meg akkora tudás, meg... Keressenek! Ha nem keresnek, nekem már az is bőven belefér, én már kifele megyek, nem befele. Tehát törekedjetek gyerekek, nyomjátok a CV-t, meg jelentkezek, úgyse fognak rá reagálni, vagy ha fölvesznek, akkor dolgozzál valami kis apró pénzért, azt hajtsák ki belőled a belet. Én ezekre nem vagyok hajlandó. Tehát én imádom az életemet, kérlek szépen, mert nem kell mennem sehova. Én döntöm el, hogy mikor kelek föl. Persze mindenkinek sokkal-sokkal korábban föl szoktam kelni. Tehát én felkelek reggel 4:30, ugye el vagyok a tyúkjaimmal egy ideig, akkor a gyerekőcöket ugye elindítjuk iskolába, mit tudom én. Tehát nem az van, hogy én innentől kezdve fogom, azt izé herevere van egész nap, azt izé ülök a tévé előtt, nem is nézek tévét soha. Nem, én nagyon keményen szoktam dolgozni, csak mást. Megtaláltam saját magam, gyújtsd meg, aztán majd elkérem. Na, visszatérve, fölvettek a munkára. A környezettanulmány arról szólt, ugye, ahogy említettem, hogy ki kellett menni a lakásokra, és kaptam egy listát. Többen voltunk, azt hiszem, hogy 15 ember volt Zuglóban akkor per pillanat. Többen is voltunk, akik ezt a munkát, pozíciót betöltötték, és ilyen mindenki busszal járt, mert senkinek nem volt autója, én viszont kerékpárral. Úgy alakítottam, hogy... És ott a gyújtónál off-hol. Úgy alakítottam a munkámat, hogy bárhova hamuszhatsz, hagyjál már ilyen. Nyugodtan, hát ezt szoktam sepregetni. Na. Úgy alakítottam a munkarendemet, hogy kaptam egy listát, és akik busszal közlekedtek, ők hétfőtől péntekig csinálták. Én beosztottam 2 hétre a 2 heti munkámat. Első héten hétfő-kedden dolgoztam, mert ugye kerékpárral nagyon könnyen le lehet járni a címeket. És volt egy alap tényező, én általában kamera voltam, vagy szemrevételező, tehát bírálni nem tudtam,
eldönteni nem tudtam, de javaslatot tehettem. Így jó. Tehettem javaslatot, hogy megkaphatja a segít, vagy nem. Volt egy alaptényező, ha valaki nem arrogáns velem szemben, nem szemtelen, én nem foglalkoztam azzal, hogy megkapja, vagy nem, ne rajtam múljon. Már odaírtam, hogy egy általános sablon dumán volt, amit mindig a szövegkörnyezetet megváltoztattam, hát ugye írtam már könyvet, ez nem volt nehéz nekem, hogy tudom, megírni valamit, ilyen kis jelentéseket, meg ilyeneket, de nem nagyon érdekelt. Tehát én nem utaztam arra, hogy ne kapja meg, vagy megkapja, vagy semmi, én elfogult, totálisan nem, az egész nem érdekel, az egész munka nem érdekel, engem egy dolog érdekel. Hétfőn, kedden dolgoztam, utána becsapódtam a haverom mellé, és elmentünk külföldre autóval, elmentünk Hollandiába, Franciaországba, Angliába, ilyen, olyan volt a munkája, tudod? És én éltem az életemet, következő héten pedig dolgoztam csütörtökön és pénteken. Így aztán a nyár úgy telt nekem akkor, hogy hétfőked meló, szerda reggel bepattantam a sráchoz az autóba, de úgy, ő is hozzám alakította, tudta, hogy mikor végzek, és akkor kimentünk egy tengerpartra, és akkor tényleg süttettük a hasunkat meg. Ez hol volt? Ez még Budapest, hát én 1900... Hol van egy tengerpart? Ez Budapestről mentünk el külföldre. Értem. Te nem követed a történetet. Nem, nem követem. Akkor meg ne kérdezzél hülyeségeket. Jó, okay. Annyi a lényeg, hogy igen. Ez így működött, és most amiért a sztoriba belefogtam, volt nagyon-nagyon-nagyon sok kényelmetlen, kellemetlen élethelyzet, amit láttam, és ami számomra kínos volt, de a leges-leges legkínosabb. Bementem egy helyre, francia út. Most már azért merem elmesélni, mert már szerintem senki se él, meg senki se tudja, hogy mi az a ház, meg le is van már robbanva, de már akkor is le volt nagyon-nagyon durranva. Francia út. Az a Hungária körúttal párhuzamos, mit tudom, ilyen körfolyósos ház, második emelet, megnézem a címet. Megyek oda, és az ajtón nem ablaküveg volt, hanem fóliák. Tehát fólia így beragasztva. Bemegyek, és ilyen elcseszett parketta az előszobába. Egy darab szekrény, egy darab asztal, egy darab szék, de sehol semmi. Tehát se a falon díszítés, egy darab ilyen nátszárvékony, cinege ember egy fehér ingben, és lehetett látni a szemében, hogy valami hatalmas mélység és űr van a szemében, és így ledöbbentem magán, ahogy beengedett, és az a rideg, már mindentől közönyös, és akkor itt jött az előítéletem, hogy itt most mi történik. Na mindegy, és engem félrevezetett az előítéletem. És mondom, mi történik itt? És benéztem a szobába, egy darab ágy, és semmi más. És rögtön, mondom, az alkoholista. Leültetem, hát jó, ugye egy szék volt, én álltam, beszélgetünk, nem leültettem, hanem leült. Tök mindegy, nagyon-nagyon rég volt már. És mondom neki, hogy azért valamit meséljen már. És a hülye előítéletem odáig vezetett, hogy ahogy mesélte az életét, meg hogy miért van szüksége a segélyre, én azt hittem, hogy alkoholista, holott én vagyok az. És ezen most például illene röhögni. Nem volt őszinte. Kérlek szépen, mondom neki a legeslegvégén, amikor így töltögettem ott a papírokat, adatokat, mit tudom én, mondom, most két választása van. Kinyitjuk ezt a szekrényt, ott voltunk az előtérben. Kinyitom ezt a szekrényt. Ha bármiféle üveget találok abban a szekrényben, ami ugye piás üveg, akkor ezt a papírokat itt hagyom magának, ebből nem lesz pénz. Ha nem találok semmit benne, mármint üveget, akkor ami nálam van pénz, hát nem túl sok pénzzel jöttem, 3-4 ezer forinttal mászkáltam, hát nem tudom, nem emlékszem rá, hogy mennyi pénz volt akkor nálam, mondtam, hogy amennyi pénz van nálam, azt megkapja, most így helyben, plusz volt egy olyan rubrikám, hogy sürgősségi. Tehát amikor észlelem, hogy baj van, akkor ki kellett x-elni sürgősségi, és akkor egy napon belül folyósították neki, vagy minden, gyorsan. Fickó föláll, abba a biztos tudatban, hát ő tudta, hogy mi a helyzet. Abba a szekrényben semmi nem volt. Még egy ruhadarab se. Kinyitott, és egy tök üres szekrény így rámásít. És én úgy elszégyeltem magam, hogy lehetem ekkora marha, ekkora hülye, hogy bejövök egy ilyen helyre, ahol egy ilyen
helyzetben lévő ember, aki értett, tehát kétségbe esetten mondjuk segítséget kér, és akkor kiküldenek egy ilyen faszkalapot, mint én, aki azzal van elfoglalva, hogy hétfő kedden gyorsan letudni, aztán húzni ki a tengerpartra, vagy éppen valamelyik Hollandiába, akárhova csajokat nézni, tengerpart, mit tudom én. És bejövök, és akkor az első feltételelésem az meg, hogy ez alkoholista, és hogy tele van piás üvegekkel a szekrénye. Hát ha tele lett volna, visszaváltja, és akkor abból vesz kenyered. És később láttam, hogy az asztalfiókban még kanál se volt. Tehát annyira le volt épp, nem tudom, hogy került ilyen helyzetbe, valószínűleg elválhatott, vagy nem tudom, de tehát nem részleteztem onnantól kezdve, hanem rohadtul megszégyenültem, és a nálam lévő összes pénzt természetesen azonnal odaadtam neki, bementem az önkormányzat, és elmeséltem az egészet, hogy hogyan jártam, őszintén bevallottam, hogy mit láttam, meg hogy hogyan viselkedtem, és akkor azt mondták, hogy akkor itt van a utalvány, vigyem ki neki, és akkor bemehet a postára, és mentem vissza, mint az ökölkerékpárral, odaadtam neki az utalványt, és akkor ment a postára, és kiváltottam, és elnézést kértem tőle, és még utána egyszer meglátogattam, és vittem neki egy kis élelmiszercsomagot. Ki tudja, hogy azóta mi lett vele, de ilyen történetem elég sok volt, csak ez volt a számomra a legmegfogóbb. Nem, a legmegalázóbb, mert saját magamat aláztam meg egy ilyen ember előtt, holott most, hogyha itt ülne velem szemben, akkor úgy elbeszélgetnék vele, hogy hogy alakult azóta. Akkor most mondjuk egy jó történetet. Fickó benzinkutas volt, és ő is kért, segélyt, minden. De én még általában szerettem gyorsítani a dolgokat. Kopogok senki. Kopogok senki. Semmi. Jó, bekopogok. Szomszéd, hol van ez? Hát benzinkutas ott dolgozik. Ez egy visegrádi, mondhatni milliómos volt, és hát lepusztult. Visegrádon volt neki étterem, mit tudom én, de lepusztult. De viszont egy olyan életfelfogású ember, nagyon hatalmas vidámság volt, ami sugárzott belőle. Mondják, hogy benzinkutas itt meg ott ezen a benzinkuton. Megyek ki. Mondom, én nem akarok várni, hát ugye le kell tudnom egy két nap alatt, nem akarok vízi áttenni szerdára, hát nekem mennem kell ki a tengerpartra. És elmondom, le tudom a dolgot, megkerestem a benzinkúton, de már vigyorog rám. Tehát azt se tudja, ki vagyok, mi vagyok, de ilyen széles vigyorra, hatalmas nagy vidámság, de ilyen élethelyzetben hallod, hogy milliómos volt, és nem mindegy, a poén, elkezdtünk beszélgetni, és azt mondja nekem, hogy hát, de ez már csak tényleg a poén kedve, nem lényegtelen, hogy ő ki volt, meg mi volt, csak hogy ilyen emberek is vannak, hogy innentől a reges legaljára lecsúszott, és tényleg már segélyért folyamodik az önkormányzathoz, de olyan életfelfogással, érted, oda megyek hozzá, és a beszélgetésünk közben egyszer csak mondja, hogy hát te figyelj, most voltam cipőt venni, bementem, nem volt elég pénzem, azt mondtam a cipőboltosnak, azt így néz a lábára, szóval nincsen véletlen két maradék fél pár cipő, akit a két fél lábú emberek hajtak itt. Szóval nekem az is jó. De érted, így. Így adja elő magát, tehát poénosan fogta fel, azért vidáman érte ezt is meg. Tehát olyan cipőt keresett, amit két fél lábú ember ott hagyott, neki az is jó. Tehát két fél pár cipő. Teljesen mindegy, hogy melyik, hogy kerül a lábára, meg ilyenek. Tehát bírom, az ilyen embereket nagyon bírom. De nem érdekli, hogy éppen hol, én is ilyen vagyok egyébként. Nem érdekel az életkörülmény, nagyon jó életkörülményei vannak. Kérdés? De... Itt durva volt. Ja. A nagyon jó életkörülményekre... Ez egy adag volt szerintem. Ha? Feldolgozás alatt áll. Bútolunk, nem? Nem. Nem most erre mit mondjuk? Hát most... Nem, valakinek a... mentalitás az nem feltétlenül befolyásolja a... Vagy hogy... Hogy fogalmazzam meg? Hát, mit is mondjak magának? Hát, nem is tudok mit mondani magának. Igen, gyerekek, összefüggéstelen. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy nem kell erőltetni a videót. Szarból nem lehet várat építeni. Jó, elég is az életkorotokból... Ez nem neked szólt, ez figyelj, most ez az életkorotokból fakad, meg az életkörnyezetetekből az, mostanában
azt tapasztalom, hogyha ez a te korosztályoddal beszélek, mert a te korosztályoddal beszélek, nem tudják megfogalmazni, hogy mit akarnak mondani. Hát illetve nem is nagyon fakadóan nem tudnak fogalmazni. Illetve rá vannak szoktatva a Facebookos vihogásra. Persze. De nem így van? De mi is nem. De, hát ebben a korosztályban tartozom. Valamilyen szinten. Kérem szépen, hagyd mondjak el egy rövid történetet. Válaszol indul. Szerintem itt számít. Ne. Egyébként ezt a... Húgyaznom? Igen? Nagyon kell húgyaznom. Akkor kapcsoljuk ki, majd a következőben elmondom. Ne legyen következő. Akkor jó. Figyelj ide. Nagyon le fogom szorítani, nekem is pisilnék egyébként. Van rá 10 másodperc, nem mondjad, igen? Nyugodj meg. Behoznak ide egy számítógépet. Egy fickó. Cigány volt az ürge, és ez mit sem számít? Nekem. Egy hihetetlen vidám, szintén vidám fickó volt, nagyon jó fej, leült ide velem szembe, elkezdtünk dumálgatni. Nagyon jót beszélgettünk, itt adja a számítógépet, nekiestem, este csak fölhív a felesége, sírva. Hogy nincs kész a számítógép. Mondom, azért, mert még nincs kész, hát alkatrész kell hozzá, és holnap nyit a bolt. De sírva. De pityerget rendesen. És tudod mi miatt? Nem tud Facebookozni. De és rendesen, őszintén sírva fakadt, hogy ő aznap este nem fog tudni Facebookozni. És mit csináltam erre? Hát ugye tönkrement a memória a számítógépébe. Letettem volna a telefont. Nem ilyen vagyok. Fogtam, kikapcsoltam a számítógépemet, kivettem belőle a memóriát, beraktam az ő számítógépébe, elvittem a lakásukra, beüzemeltem, a bánat elmúlt, én ugyanis ráérek Facebookozni holnap is. Illetve hányszor volt olyan, 2-3 hétig rá se néztem. Ez olyan, mint a szerb átültetés, nem? Szerb átültetés. Na. Szerintem a szerbet az hagyjuk, a szerb film. Szerbnél szerb a film. De nem tudod, hogy mi ez a szerb film. Nem. Szerintem nem is akarja tudni. Nem akarja tudni, nem akarod tudni. Na akkor meséld el. Nem fogjuk, maximum megnézni. Ne, te meséld el, te meséld el, röviden. Ennek semmi értelme annak semmi. A filmnek. És ne, ezt nem de ez csak tényleg arról, egy mozifilm, apa, vagy mi? Az. Az egész filmnek az a lényeg, hogy az embernek hány ingere legyen. Máshogy nem tudom lényeg. Hát ez... Igen. Pornó-horror. Pornó-horror, az. Pornófilm? Pornó-horror. Jó, de pornófilm alapból csak horror. Nem, alapból horror, csak közben pornó. Tehát nem pornófilm oldalon láttad? Nem. Nem. Én sem. Nem, ez szerintem sem sincs pornó oldalon, mert nincs az a beteg ember, akire arra kiverni. Vagy megnézni? De. Az megint már. De, mindegy, hagyjuk. Ez így lőjük le! Nem, hát jó, lőjük, igazad van, mert nekem rohadtul kell ugyaznom. Na mindegy, majd máskor. Sziasztok! Vagy mi? Ilyenkor azt mondja... Hello! Halli hú! Mi van, Levente? Semmi, nem bírom, amikor részegen... Forog. Mi van?